Ezek a kutyák biztonságban vannak a menhelyen. Ide került az a két négylábú is, amelyek hónapokig éheztek és fáztak Komlón. Tulajdonosuk hagyta hátra őket, miután elköltözött a házából még 2021 őszén. Súlyosbítja az ügyet, hogy a hideg beköszönte előtt megkötve maradtak az evek. Megbeszélte a szomszédjával, hogy neki viszi azt az élelmet, amit a kutyáknak szán. Ezt a szomszéd majd a kutyáknak adja, és az itatásukról is gondoskodik. A vádlott két hetente vitt élelmet a kutyák számára a szomszédnak, aki azzal megetette a kutyákat, és meg is itatta őket több alkalommal, de jelezte a vádlottnak, hogy az élelem, amit vitt hozzá, nem elegendő, a kutyák éhesek, és láthatóan fogynak. A férfi azonban ezzel nem törődött, nem gondoskodott az állatok megfelelő élelmezéséről. A kutyák szenvedése súlyosbodott akkor, amikor beköszöntött a hideg idő, és nem volt búvóhelyük az udvaron. Az állatok szenvedésének az vetett véget, hogy lakossági bejelentés alapján egy hatósági állatvédelmi ellenőrzésre került sor az ingatlanon, amit követően az állatokat elszállították a komlói ebrendészeti telepre. Mivel a vádlott elhagyta állatait, azoknak hosszantartóan különös szenvedést okozott. Ezért állatkínzás büntette miatt 3 évig terjedő letöltendő börtönbüntetésre ítélhető.